Hónapja a Budapest értéktőzsdének, abban bízunk, hogy ma talán legalább az indulás jobban sikerült, de majd Vavreg Zsolt elárulja nekünk, ő a lakossági üzletág igazgató. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, átragadt valami végre a jó hangulatból külföldről? Hát jól indultunk, de most már megint közelítünk a nulla felé. Tehát ilyen 500-600 pontos emelkedésen indultunk, tehát durván 1,5%-os erősödés, de most már ebből csak 220 pont maradt. Éppen azon gondolkoztam, még egy dal egy kicsit tovább tart, és még lejjebb megyünk. De egyelőre még pluszban vagyunk, és hát a forgalom az ilyen 1 milliárd forint körül van, tehát annyira nem kiugró, és hát az OTP az, ami leginkább nyilvánvalóan mozgatja az indexet, hogy a tegnapi nap folyamán is 9800 forint fölött voltunk, most 9736 forint, 0,8%-os erősödés a tegnapi záróértékhez képest, ugye, ami elég jelentős esés volt itt a tegnap a brutál jó gyors jelentés után. Nyilván itt a profit realizálás volt az, ami ezt hajtotta, legalábbis tegnap az esés, meg szerintem ez folytatódik a mai napon is, mert a nemzetközi hangulat az továbbra is elég jó. Tehát egy 5%-os S&P, egy 7,5%-os Nasdaq emelkedés, mindenki elszállt fölfele, ebből a Bux egy nagy nullát sikerült profitálni a két napra. Hát ha még nullát, annak örülhetünk. Szóval tegnap még esett ugye, is rá, igen. Hát tegnap egy jó nagy esés volt, és ma abból egy töredékét tudjuk visszahozni, tehát bár csak nulla lenne, tehát erre ezt tudom mondani, de nem. Miért vagyunk ilyen gyengék most? Igazából ugye megint én... Hát, a pénzek, ugye, az uniós pénzek. Így van, így van. Tehát ugye már nehéz kimondani, meg nehéz, ugye erről beszélünk folyamatosan veletek is hetek óta, hogy mindig az történik, hogy valami történik, és egy kicsit rosszabb színbe tűnünk fel, mármint Magyarország, tehát most is ez történik, tehát szerintem pont egyet mondtam, hogy az nem a legjobb, ha egy kicsit úgy csendben maradnánk, és akkor szépen emelkednénk is, és pont ez történt. Tehát ami a német parlamentben, ami ugye... Igen, és akkor tegnap jött ez a német parlamentes hír, hogy a kisebb kormánypártok azt kérik, hogy mindenképpen szigorú feltételeket szabjanak meg a magyar pénzek folyósításának. Tehát valószínűleg ugye ez meg az, a... Meg az ukránoknak folyósított összegnek a megfúrása, gondolom, az megint nem segít. Ez megint, tehát ezek nem jó... Tehát ugye így ez a kint is vagyunk, benne is vagyunk egy kicsit, úgy érzem, tehát ugye ez az, ami egyrészt ugye a tőzsdét gyengíti, ez az, ami nem erősíti tovább a forintot, hiába tudatosan magas az a kamatszint, ami Magyarországon van, és ugye ez azt kellene, hogy indikálja, hogy a forint az erősödik, de valószínűleg ezt a 400-as szintet is, amit ugye elértünk, azért nem tudjuk megugrani, mert közben a másik oldalról jönnek ezek a negatív hírek, és ez a kettő így kioltja egymást, mondjuk a forintnál, a tőzsdénél meg egyértelműen inkább lefelé vitt az utóbbi napokban, illetve tegnap leginkább. A részletekbe avass még be bennünket a négy vezető papírt illetően. Így van, tehát hogy említettem, az OTP a 0,8%-a van feljebb, 9744 forint most ebben a pillanatban, a MOL 0,6%-ot erősödött 2640 forintig, az M-Telekom az 318 forintonál ugyanott, ahol tegnap befejezte a kereskedést, a Richter pedig 0,2%-a van feljebb 8365 forinton, tehát kicsi plusz van minden, vagy nullába, és hát ugye a gyors jelentések kijöttek, tehát mind a négy blue chipnek brutál jó eredménye lett, a Matávnak olyan közepesen jó, de mondjuk a MOL, OTP, Richter az nagyon szépen hasított, de egyelőre ez az árfolyamban nem látszódik, reméljük, hogy azért hosszú távon azért biztos beépül, de egyelőre rövid távon azt látjuk, hogy nem. A forint, ahogy említettem elő, egy fél mondattal ezt a 401 forint, akkor most 401 forint 60 és 401 forint 80 fillér a két oldala. Tegnap is ugye voltak próbálkozások, hogy 400 alá bementünk nagyon rövid időre, aztán vissza is jöttünk. A dollár forint az, ami elég jelentősen lefelé mozdult el mondjuk az elmúlt két hétben. Tehát ugye 430-440 forint körül volt a tetején, most 391 forintot kell adnia egy dollárért. Nyilván ez két okból
ered, egyrészt ugye azért a forint is erősödött az euróval szemben, illetve hát a dollár gyengülése, tegnap volt egy durva 3%-os dollár gyengülés az euróval szemben, és hát ez 10-12 forintot ért egy dollár. Először a forint vitte, utána meg a dollár gyengülés. Így van, és akkor így a dollár forintban van egy szép erősödés, ez mindenképpen jó, mert mondjuk a nyersanyagárak azok dollárban kerülnek elszámolásra, tehát egy ugyanolyan áru, olaj vagy gáz, az 10% olcsóbb, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt, és szerencsére lejjebb is mentek, tehát effektíve ez mondjuk a magyar költségvetés, illetve a magyar vásárlók szempontjából pozitív, és mindenképpen, hogy a dollárra szemben ilyen szépen tud teljesíteni a forint. Nem tudom, mennyire nézitek a kriptopiacot, de ott most megint valami hacacáré van, ugye egyre több hír szól arról, hogy ott gondok lehetnek. Így van, tehát figyeljük, azért volt ennek egy felfutás, amikor azért nagyobb figyelem betült rá, de azért nyilván befolyásolja a hangulatot, igen, ez szerintem ilyen szabályozás, ez a szabályozásnak a hát igen, ez visszaüt az, ami az előny az egésznek, legalábbis a kriptofanok szerint, hogy a szabályozás kivonult belőle. Most az visszaüt, én azt látom, hogy ezek a hírek, hogy bedőlnek különböző kereskedő platformok, különböző ilyen alapok, ez mind annak a megmentik hiánya. Megmentik őket, nem mentik meg őket ezen rágódnak. Nem igazán, tehát itt ez még az nincsen beintegrálódva mondjuk a nemzetközi pénzügyi piacokba, biztos, hogy nagyon fáj és óriási mértékű pénzek égtek el, de mondjuk ezek előtte ugye meg is teremtődtek, hogyha mondhatom így, tehát effektíve egy kicsit ez ilyen hasonlít a 2000-es évek elejére, amikor virtuális volt minden, számomra ez nagyon virtuális, tehát figyeljük, követjük, megnézzük, meg tisztá vagyunk vele érteni, még speciál mondjuk én annyira nem értem, de majd meglátjuk. Okay. Jól van, Zsolt, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó kereskedés, majd jó hétvégét. Szép napot mindenkinek, szervusz. Sziasztok! Vavreg Zsolt lakossági üzletág igazgatóval nyitottunk tőzsdét. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.